Ezen a szép, farsangi estén. Vidéki vendégeimet előszeretettel köszöntöm, és örülök neki, hogy elfogadták a meghívásunkat. Remélem, ők is olyan jól fogják érezni itt magukat, mint mi, ahogy Bogyiszon éreztük. Köszöntöm a többi vidéki vendégeket is, mert sok helyről vannak. Köszöntöm a falu apróját, nagyját. Itt azért mondom, hogy apróját, nagyját, mert a legifjabb 8 hónapos, a legidősebb meg 82 éves. A vidékiek meghívásakor jeleztem azt, hogy ez egy nagyon kis falu. Az összetartás ide nem csak azt jelenti, hogy idősek lesznek. Itt lesznek gyerekek is, fogadjátok őket is nagyon nagy szeretettel. Köszöntöm a kedves klubtársaimat, és köszönetet mondok az adományokért. Közel 180 darab tombolatárgyunk jött össze, és az asztalon elhelyezett egyszerű finomságok megint csak adományból jött össze. Megpróbálom tolmácsolni, ki minek költözött, lehet, hogy sokat nem fogok felismerni. A legnagyobb jellemzésük az egy 8 hónapos baba itt a hölgynek a fejébe. Van kis pillanó kisasszony, van éjkirálynő, van egy szakácsnő. Fehér balerina, fekete balerina. Mennyasszonyunk van. Van egy kasztántos nőnk is, nagyon nézzék meg, mert nagyon szereti viszállni magát. Egy két cigánytől. Menjetek még egyszer, körbe legyetek szívesek. És utána majd ugye az épület jobb oldalára álljatok be. Hogy nem még le vannak kint, azt hiszem. Nagyon jók vagytok! Ja, magam, azt elfelejtettem mondani, hogy a világvás nő vagyok. Elmaradt a gyakorlatilag. Akár két hónap csókorat állhattok addig, amíg megérkezett messzi országból két darab is. Fogadjuk nagy szeretettel! Nagyon sokan javogoltak! Isten ilyen! Megszólalni nem tudnak, hogy nem ismerik a magyar nyelvet. Jé! És megint a
cirkuszba, meg ott vannak a varázslók, meg a bohózok. Na, ne jövj, ugye, Zófiros. Most elakulhatok a világban. Na most a
felelős népviseletet, meg rá fogunk világítani, hogy hol láttátok azt, hogy úgy ismeritek azt a népviseletet, ahogy csak kell, ha vigyázzatokba juttatjuk, hogy honnan látjátok. Három, négy. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
szép.